Szevasztok srácok, Zomai üdvözlök mindenkit, és bár a hétfői metal átnézésben azt mondtam, hogy minden deckkel játszani fogunk majd, amiket bemutattam, és ez valószínűleg így is lesz, viszont majd teljesen más, ma egy Spellhunterrel fogunk majd játszani. Ez Tylernek a listája, mint ahogy egyébként a Token Druid is volt. Gyertek, nézzük meg, hogy miről is szól ez az egész. A lista ugye teljesen ismerős, mert nagyon hasonló listával játszottuk korábban is a Spellhunter. Ugye az egyetlen újdonság benne gyakorlatilag a két Secret Plan, ezek eddig nem szerepeltek a listában, minden más pedig igen, úgyhogy gyakorlatilag még további lehetőségünk vannak arra, hogy kiszedjük majd a szikretjeinket, tehát hogy a kezdő kézben mondjuk tarthatunk egy trekkinget, vagy mondjuk egy lesser MLR spellstone-t, és akkor a secret plan-nel így elég valószínű lesz az, hogy meg fogjuk tudni csinálni, hogy kihúzzunk valami secretet, és akkor már így eléggé jók is vagyunk, az a nagybüdös helyzet. Ami ellen ez a deck jó, az ötnek legnépszerűbb deck ellen mindegyikből 50% fölött teljesít. Nem vagyunk jók druidok ellen, ez egészen biztos, a mage ellen olyan szó-szó, a big spell mage-től nyilván ki fogunk kapni, a tempo mage-et elvileg meg tudjuk verni, paladinban, hát az ott paladint, meg az ott meg paladint, ez ilyen majdnem 50%, egy kicsit favored-ok, vagy nem túl. Elvileg minden priestet elverünk, bár a priestek amúgy sem jók most a létrán. A rógok ellen jók vagyunk, kivéve a quest rógot. Ezen kívül a Q-block ellen vagyunk egyedül rosszak, elméletileg a Warlock archetípusok közül, viszont az összes Warriortól valószínűleg ki fogunk kapni, kivéve a sima Control Warriort, az Odd Warrior ellen meg gyakorlatilag esélyünk nincs, tehát az ott így, ha Odd Warrior az ellenfél, akkor szinte mehet az Auto Conceit, de ezt most mindjárt megnézzük, hogy a létrán tényleg így van, nem csak az elméletben, meg a számok alapján. Rexxar versus Nemzi! Let's have some fun! Let's the hunt begin. Ugye az Emerald Spellstone az mindig keep. Úgyhogy ez biztos. A flankingen még gondolkodom. A flankingen elég sok mindent tudok csinálni. De szerintem eldobjuk ezeket a korban korai játékot. Valami ilyesmit. Greetings, Job traveler. Done. Greetings, és tempo squelch. Why do you call? Jó. Ez még akkor is kijátszom, hogyha nem upgrade-elem vele az Eaglehorn bow-mat. Let us see the voodoo. Wow. I do. Hát I do-ig jutottunk. Ne. Jó. Jó, ez... Na jó, én azt mondom, hogy itt ezt fixen lecsapjuk amúgy. Ez biztos, és ezzel elmenjünk arcra. Azért nem ütöm meg, mert hogyha healelne rajta, tehát ha van a Fungal Enchanter, akkor duplá healelődik. Viszont így a flankinggel meg simán le tudom szedni. Na ezzel nem ütöttük meg a kis szutykot, és ezzel ennek arcra kell jönnie. Dupla flanking? Wow. Az Unleash-sel nem vagyok jó amúgy? Unleash-sel lesz három kutyám. Jó, egyet nem tudok leszedni valószínű ezek közül. Mert a flankinggel meg... de nem. Kb. Ugyanazt csinálta volna, csak így jobb lesz a board state-en, mert így a 3-3 fennmarad. És a 3-3-ra még mindig van egy flankingem, hogyha akarom. De legrosszabb esetben meg három kutya. Az meg nem olyan rossz. És azt letrédeli, az nekem rendben van. In the light's name. Someone call for the doctor. És csak az arc. Wow. Nem.
Jó, itt az Unleash-sel ugye megint csak tudnék takarítani, de... A kutyák nem csinálnak semmit. Flankinggel le tudom szedni, azt viszont nagyon szarul fogok állni, az Unleash-sel pedig szinte full clear-en van. Jaj, megcsom az Unleash-t. És egyébként így még egy leokkos körrel lehet, hogy jó leszek, hogyha van egy ilyen. Ja. Hát doktor kell ezek megérkezett. Meglepő módon. Ó, meg egy rogdelár. Na most. Ez lesz egyik, ez biztos. Az állítsa nem lesz lehetőségem már, mi? Ja. Kellemetlen. Lehet, hogy egyébként túlságosan kivártam a Spellstone-nal, de muszáj voltam úgy bordért harcolni szerintem. Jó, ez nem érdek. Azért nem ütöttem vele, mert hogyha ebből jön bármi, mondjuk egy leok. Az jó, így viszont nagyon szar. Mert így ki tudja venni vele value trade-eket rendesen. De jó. Jó, ha ebből leok jön, akkor még a kutyákkal is jók vagyunk amúgy. Jó, egyébként a Rexárral is jók lennénk, de most próbáljuk meg ezt. Ez sehogy se jó igazából, úgyhogy... Jó, és akkor most mehet egy Hero Power Rogdelár. Ez nem érdekes, ezt letrédeljük úgyis. Az viszont érdekes nagyon. Akkor ez lehet, hogy egy Rexar amúgy. Mert azt belecsapjuk, annak mehet egy Hunter's Mark, és akkor Rexar, jó. És most a kérdés az, hogy ez letrédelme, vagy megyek arcra. Az egy damage az nem fog számítani valószínűleg. Viszont ha játszik fungállal, én meg nem. Ez így szerintem jobb, és akkor Rogdelára még mindig jó vagyok. Kicsit így... Ez meg. Mindkét Happy Gal újja kiment, tehát hogy azzal nincs gond. Szép. Wow. Hát ez tényleg egy easy target volt. Na, meg is lett az 50 arany, csoda. Rexa versus Valera. Nézzük, hogy milyen rogue. Ha nem quest, akkor jók vagyunk, ugye? Csináltam meg ezt így. A KC-n gondolkodom amúgy, mert az tök jó lehet a Hench Clan tagra. De viszont nagyon szeretnék, de nagyon szeretnék Spellstone. Kettőt is, köszönöm. Jó. Coin Explode nem játszunk, örülünk, hogy nem volt első köre.
Nyilván Hero Power jön arc. Igen. Van értelme kirakni most az Explode? Szerintem nincs nyilván. Lesz annyi esze, hogy nem üt most arcot szerintem. És így elgondolkodok, hogy Boo. Jó, hát akkor ez mindenképpen Boo amúgy. Coint egyelőre betartom. Mert ugye a Secret lenne elég jók lennek, viszont most valószínűleg kirakom a sötét tervent. Aha. Jó, a Wandering is, meg a másik is mehet szerintem. Vagy azt hagyjam egyelőre? Nézzük meg, hogy mi van benne, aztán hogyha... Még egy Wandering? Mondjuk a Freezing az nem rossz. De azt még... És használjam el ezért a coint? Mondjuk elhasználhatom. És azért jó, mert következő körben akkor tudunk... aljaskodni, úgyhogy inkább így. Nálam meg nincs board clear, tehát ezzel nem fog tudni mit kezdeni. Négy kutya ötödik körre. Ez így szerintem jobb volt, mint bármi más. The light protects me. Hát nem főnök, az nem snipe. Lehetne, de nem az. Ó, a kis pixi. Na jó. Akkor ez egy diszkrét 12 arcra, hogyha nincs nála megoldásra. Nyilván, mindig. Ugye itt nem erőből nyerünk. Hanem abból, hogy kontroll szerepet játszunk egy agróval. Egy jobb agróval szemben. Hát igen. Too late, your turn is over. Ja, ez a kezdés az eléggé betegül kijött egyébként. Menjünk még egyet. Ugye fontos, hogy a, egyébként ugye egy ilyen adaptív deck a Spell Hunter, ami nem is biztos, hogy mindig feltétlenül jó, mert ugye kontroll ellen az, hogy végtelen erőforrásod van, az elég jó. Tehát így folyamatosan tudod termelni a beast-eket a Rexxarnak a Hero Power-éből. Agro ellen kontrollt játszol, kontroll ellen meg hát most el lehet menni Mirrorba, és abban is tudsz nyerni, de lehet, hogy egyébként jobb ott agresszívnak lenni. Hát is a rang 6 kapuja elmond. Ez biztos eldobom. A Boot is szerintem eldobom inkább. És Spellstone-t akarok. Hát mondjuk ez most Never Spellstone. Viszont legalább van első kör. Ez alapján még hiheti azt, hogy Secret Hunter vagyok amúgy. Nem baj, higgye csak, kis butus. Egyébként a Tumayside milyen jól néz ki így aranyban. Mint mondjuk a legtöbb lap aranyban. Wow. Egy Wandering van nálam. Snipe az jó-e nekem? Egyébként jó lehet. Főleg, hogy van nálam egy Wandering. Legyen Snipe. Hát, ha bele tudunk húzni valamelyik nagyon nagy csodába. Tehát egy Spellstone-ra gondolok. És most itt elég jó lett volna. Jó, hát akkor ez... Hát akkor ez Wandering. Sajnálatos módon. A Spellstone meg így valahová ment kapálni. Itt egy kicsit máshogy kell nyerni, mint az előbb. Wow.
Igen, Dr. Gaul. Igen. Jó, akkor az Unleash-sel, hát időben, nem mindegy, Unleash-sel tudunk majdnem takarítani. Itt most kimegy a snipe, meg egy hero power, és akkor ötödik körbe kiteszünk három farkast, ez nem annyira rossz. És most mennyire jó lett volna snipe-ként lenne. Mondjuk a Candle Shot-tal egyet üthetnénk, de... Akarok egyet ütni vele? Amúgy akarok. Persze, hogy akarok. 5 HP-s lényt leszedni, kvázi ingyen, az nem annyira rossz. Jó, a három farkas azt hiszem még mindig vállalható dolog. Gondolom fosik a freezing-től, úgyhogy ezt nem fogja beleütni. Wow. Akkor jó. Why do you call? Egyébként nem annyira rossz ez, hogy az le lett freeze-elve. Ez elmehet arcra. Mert most az Igahornbót nem akarom emiatt kitenni, most egyet beleüt, az jó, csak ne giggling legyen. Giggling az most elég szar. Mondjuk Two My Side-dal nem annyira. Two My Side-ból mondjuk... Ja, ott elég sok minden jó kijöhet. Nem trade-el, az arcra jössz. Wow. Így jól csinálj. Hát akkor ez trade... Ez sajnálatos módon ez trade, ez még egy arc, és ezt elütjük. Ott a bó a kezemben. Jó, ez biztos. Szóval ez tuti, ez tuti, ez is tuti, ez is tuti, és akkor a freezing is. Így top deck módban vagyok, az nem tetszik, amúgy. Jó lett volna ezt meggyógyított fel. Bírtam volna. Ez lehet Unleash, és akkor mit csinálunk? Unleash-re tudunk 4-et ütni. Az mondjuk nem annyira rossz, mondjuk 5 le tudjuk szedni, 5 hiába hát vagy... Vagy elmegyünk csak simán arcra, mehetünk simán arcra is. Ezt eltolom arcra, akkor 7-ben lesz. Az a baj, hogy ugye a... Ja, most freezing-el tud újra gyógyulni, hiába lesz a fungál jobb. Nem tudom. Nem, vagy a fungála, vagy a voodoo doktort nyilván visszakapja. Az egyébként okos volt. Szerintem. Jó, most így visszagyógyul, de ugyanúgy megkapja arcra. Ja. Ne, ez a kellemetlen. Minimális olyan jó top deck. Wow, mennyi minden. Aha, ez semmit nem csinál. Semmit nem csinál. Flare, hát... Nem akarok trekkingezni, amúgy arcra akarok menni. Mert így következő körben gyakorlatilag tudunk nyerni. Ja, ezek kb. Semmit nem csinálnak egyik sem. Ja. Ez így elvileg megvan. Még egy voodoo doktor van a deckében, a... Your magic shall not save you. De mi a terv, hogy ezt nem nyomom meg, vagy...
Nem tudom, mire gondolt a költő. De win streaker rang 6, arom boldogság. Na srácok, Spellhunter, látjátok. Direkt ezért néztem ki megint, hogy egy olyan deckkel játszunk, ami most jó a most pörgő deckek ellen, és ez így is lett, úgyhogy bizonyítottuk ezt a dolgot. Tudom, hogy nem olcsó a deck, mert hogy ugye játszunk Rexárral is, meg Rogdellárral is, azon kívül viszont semmi mással, ami drága lenne, ugye a To My Side még, ami epic, és nem muszáj aranyban építeni, mint ahogy nekem megvan, de ugye nyilván bontottam, vagy kaptam, vagy valami, és az összes többi dolog meg már igazából olcsóság. A Rogdellár szerintem nem pótolható, a Rexár meg szintén olyan, ami nagyon kell sok meccsebben, láttátok, volt olyan meccs, amit a Rexár hozott le önmagában is egyedül, úgyhogy ez most ilyen. Na, ennyi lett volna a mai Spellhunter, örülök, hogy megnéztetek, és találkozunk holnap. Sziasztok!